Sziasztok, üdvözlök mindenkit egy újabb videóban, itt vagyunk Soroksáron, és most a Nagy Burmát fogom bejárni biciklivel. Hát most aki vázolosan, hogy egyszer már bejártam, akkor részletes videót csináltam róla, most azóta eltelt kb. 4 év, tehát most csak annyi, hogy változott-e valami. Nem, ugye azóta például Pesszent Lőrinc kavisbánya állomást azt már teljesen elkerítették, már úgymond magánterületen van. Akár a Burma többi részén is ki tudja, milyen állapotok vannak. És hát ami apropója lehet, az majd az, hogy a 150-es vágányzárna elképzelhető, hogy újra megint üzembe fogják helyezni kerülő útként, úgy ahogy 2001-ben is volt, hogy majd arra fel lehet a vonatokat terelni. És itt van az utolsó szakasza, ahol a kertek alatt jön a Burma vasút. Egyébként itt, amikor utoljára a vonatforgalom volt, akkor is ilyen 10-20-szal tudok itt átbecögni. Itt pedig gyakorlatilag itt a kocsi bejárók mellett megy, és akkor innen megyünk tovább a vesési útra. És itt látható, hogy kocsi bejárók mellett, és ott az egyéb bejárati jelző, és egyébként volt egy delta vágány is régebben, amit még az 50-es években felszedtek. És egyébként pont majd most lenne jelentősége, hogyha megint a tehervonatokat kéne a bírt felöltelni, mert akkor menet irányváltás nélkül innen ki lehetne járni. De hát azt nem hiszem, hogy vissza fog épülni, bár láttam már olyan verziót is, rengeteg féle elmélet volt a Burma kihasználására, és volt olyan, még olyan nagyon ilyen vadnak tűnő is volt, hogy majd villamosítják egészen a Fradiig, a 142-esre együtt, és akkor úgy lesz használva. Na, azt én nem hiszem, mert arra a rövid időre, ameddig terelés miatt szükség lesz rá, nem hiszem, hogy ez megérni. Egyébként, itt van már, tehát itt látszik, hogy itt még a pálya fizikailag megvan, csak ugye már nem gondozzák és növi be a gaz folyamatosan, tehát már egyre nehezebben járható. Már 4 éve is, mikor végigmentem rajta, akkor még gyalog is meg kellett egy-két helyen szenvedni. De ez korábban nem volt így, még 2013-ban is bejártam, akkor még gyalog simán végig lehetett menni, még az erdei részen is. Viszont 2001-ben, amikor ezt még ugye úgymond reaktiválták, és hát kb. Egy évig kerülő útirányként tehervonatok járt. Egyébként erről videó is van fönt a YouTube-on, rá lehet keresni. Akkor még a pálya egyben volt fizikailag. Szóval pár éve az M5-ös a felüljárója alatt vagy másfél kilométernyi sínt elloptak. Aztán később, amikor megépült ott a Soroksári úton az IKEA, akkor egy bekötő út is épült rá, ahol is szalagkorlátokkal zárták el, az a legkisebb dolog, mert az egy pillanat alatt ki lehet venni. Csak én úgy tudom, hogy az NKH az úgy adott engedélyt azokra az utakra, amik akkor épültek, hogy ideiglenesen, hogyha a vasútvonalon újra forgalom lesz, akkor ott valami biztosítást kell eszközölni, vagy jelzővel elfedezni minden vonatot. És valahol egyébként itt volt a Deltának a becsatlakozása. 150-es vonalnál is látszik, hogy hol volt a kiágazás. Hát az egy az egyben ugyanott nem lehet visszaépíteni, mert már beépült egy bizonyos utcánál. Tehát legalább 3 vagy 4 ház érintett, amikor az egykori nyomvonalra épültek. Hát egyébként látszik, hogy ennyire benőtte itt már a dudva. És akkor itt vagyunk a első átkelőnél. A fénysorompók mindenhol működnek, továbbra is. Az egész Burmán végig így van. Ez már csak azért is, mert egyrészt drágább lenne leszerelni, mint az a pár forint, amit elhasználnak. Ugye így havi szinten. Másrészt meg úgy tudom, hogy azért is maradnak meg a fénysorompók, mert hogy ugye katonai, meg egyéb stratégiai szempontból azért egy hálózat szinten fontos ez a vonal. Tehát hogyha szükség van rá, akkor bármikor járhatóvá kell tenni. Hát ez ugye ameddig fizikailag egyben volt, addig ezt tényleg meg lehetett volna néhány órán belül oldani egy takarítással. Hát most már ugye le kéne rakni másfél kilométernyi vágányt is, hogyha ezt valaki használni akarná, úgy huzamosabban. És itt azért látható, itt viszonylag egyben is van a vasút, és mint aki is lenne gazolva. Legalábbis ahhoz képest, ami eddig volt, itt teljesen tisztának tűnik.
főleg amit itt a másik irányba látunk. És egyébként ez a szakasz még arról nevezetes, itt pont ez a rész, hogy a második világháborúban Soroksár állomásról bombázásoknál ide menekítették ki a pályaudvaron lévő vagonokat, mert itt a fák által takarva voltak. És nyilván levegőből nem látszott. A másik ugye, hogy az eredete, hogy miért hívják Burmának, az azóta is rejtély. Van rá több elmélet is, de sehol nincs az egyértelműen leírva, hogy miért hívják ezt a vasútvonalat Burmának. Egyesek szerint azért, mert amikor építették, akkor épp volt egy háború Burmában, és onnan kapta a nevét. A másik pedig az, hogy valahol mellette volt egy nyomortelek, egy ilyen nagyon régi, ilyen tényleg az igazi ilyen földbe vájt házakkal, így nyomortelep, és azt nevezte a köznyel Burmának. Hát, hogy mi az igazság, azt még eddig senki nem tudta. És bizony, itt már, közben elhagytuk, de itt már nincsenek meg a sínek. De a sín hiányos rész az nem szaporodott meg. Viszont nem is pótolták az elveszett síneken. De hát ez lesz a legnagyobb feladat majd, hogyha egyszer itt újra vasúti forgalmat akarnak, hogy mi bizony itt vissza kell építeni, és közben azért már látjátok, a természet kezdi visszavenni. Hát ennyi maradt meg a nagy Burmából. Hát na, itt látjátok, itt ment egykor a sín, hát ebből semmi. Hát erre meg aztán pláne. És a háttérben már hallatszik az autópálya zaja, tehát közel az M5. Na. Hát igen, M5-ös alatt. Sineket elvitték, a betonaljakat nem. És az bizony már az M5-ös. És hát itt a Burma, de már látszik, hogy már itt is. Pedig itt még azt hiszem, itt még nem volt sínhiány, még 4 évvel ezelőtt sem. Hát most már úgy tűnik, hogy van. Aztán majd vissza kell nézni a régi videómat, mert lehet, hogy már volt, de látjátok, hát közben ez az út ide épült. Ez amikor megnyílt az IKEA, ez akkor épült ide. Még 4 éve is meg volt, de 2013-ban még nem. És akkor itt még egyben voltak a sínek, és ott valahol arrébb a váltó, ahol kiágazik a 142-es felé. Hát azt nem tudom, milyen állapotban van. De utoljára addig volt a vonal a forgalomban. És ez már Pesszent Imre felső. 51-es villamos. És itt jött el mellette, és itt van a Burma. A keresztidom az megvan, azt megmutatom közelebbre. És itt volt mellette még egy, az 51-es villamos. És ugyanígy jött át a... itt mellette. Tehát a nagy Burmán ott két keresztidom is volt. Bizony itt volt a szintbeni kereszt. Ja, ezt már nagyon régóta kiszedték, de a keresztidom az itt van. Véletlenül azért hagyták itt, hogyha szükség van rá, bármikor vissza lehessen tenni, de hát nem biztos, hogy ezt így most azonnal már visszarakható. Ugye azért mégiscsak azért eltelt jó pár év, mióta ki van szedve. A nagy Burma az még mindig ott van, és haladunk a Csédi telep felé, de azért ezt figyeljétek, ez a nem mindegy. És ez itt egy út. Bár ugye ezt most fogják ezt az utat ide tenni, de hogy mit keres itt a pózna? Rában ezt elértem. Vagy hát én nem tudom, mi a koncepció. Ezek a póznák, ezek régen itt voltak, most kijelölték az utat, és majd arrébb fogják tenni. De ez viszont olyan, mint a frissen tették volna ide. Tehát lehet, hogy az út fog arrébb menni. Hát ez minden esetre érdekes, de ezen így végig menni, és ráadásul még nem is egy vonalba tették őket, hanem ilyen pik-pik-pik. Ez jó van, az úgy majd kikerüli. És akkor haladunk tovább szépen a Burma mellett, és ez a szakasz az, amit már azt hiszem, hogy a vasúti menetrendkönyvből is kivettek. Vagy ha még nem, akkor talán kifognak, mert ide van tervezve a kerékpárút, tehát egészen szemeletteleptől idáig kerékpárút van tervezve a nyomvonal helyén. Egyébként régebben még azon is volt szó, hogy a Csédi telep helyén épül egy komposztáló üzem, és akkor oda majd vasúton fogják hordani a dolgokat, de hát ezt nem valósult meg. Ugye a komposztáló üzemet végül megvétózták, az nem fog megépülni, tehát így valószínűleg
vasútvonalnak se sok reménye van, hogy megúszza. Tehát most a legvalószínűbb elképzelés erre a szakaszra, hogy kerékpár majd a helyére. Ez itt viszont már az egykori Csédi telep, és ezek bizony itt szemétdombok voltak egykor, és valószínűleg itt a felszín alatt még mindig szemét van. De hamarosan meg lesz majd a delta is befele, mert van két iparvágány becsatlakozási a deltában, mivel mindkét irányból járható. De hát nyilván azt se használják már régóta. És most jön az igazán elgazdasodott rész, amin már 4 éve is csak nehezen tudtam gyalog keresztül vergődni. Hát én most meg se próbálom, megyek inkább az úton. Azt már egyszer úgyis megmutattam a videóban. Most tök fölösleges, hogy biciklistől benne mászkálni. És egyébként itt van az egyik egykori cserételepbe vezető vágány, ott látszik, ott van a váltó, meg a kiágazás. És ebből van még egy ott kicsit följebb, de azt már szerintem elhagytam. És akkor itt van az átjáró, hát ezt a fénysorompót ezt megcsinálták, ez még 4 évvel ezelőtt itt még be volt verve az optika. Hát azóta legalább ezt javították. Ez persze az nem azt jelenti, hogy működőképes is a fénysorompó. Van amelyeket csak annyira tartják karban, hogy fehéret illogni tudjon. És erre fel a továbbiségét, ez ma az Atkó telep széle, ahol a legtovább volt kiszolgálás. Egészen 2007-ig itt az Atkó telepen egy ilyen konténerházakat gyártó cég tartotta a vonalat életben, de aztán ahogy elköltöztek onnan, akkor szűnt meg véglegesen szemeletele felől se kiszolgálás, de még 2007-ben is volt innen még szemeleteleptől ide az Atkó telepig. Van egy iparvágány kiágazásuk, de azt már nem mutatom. Egészen addig volt forgalom. Látjátok, a helyzet változatlan, és egyébként errefele lehet eljutni az Atkó telepi parvágány végéig. De az már 2013-ban se volt járható, az egyik sínszállat ellopták, a másikat meg felfordították. Szóval akkor Atkó telep és iparvágány erre. Tehát utoljára eddig volt a Burma életben tartva, 2007-ig használták. Mindjárt bedugom itt a lukon, hogy lássátok az iparvágány kapujánál is, hogy mik vannak. Ha én megyek egy kicsit, akkor majd látjátok, hogy bizony már beleloptak ebbe a sínbe is. Vagyis hát itt az iparvágányban az egyik sínszál az már nincs is, meg a másik fel van borítva. Itt látszik, hogy járhatatlan. Ott van az egyik sínszál felborítva, a másikat meg már ellopták. És innen a erdei szakaszból kiérve jön itt a városi. Hát itt se változott semmi. Ott egy fénysorompót ellenőrző utátjárójelző, már látszik, hogy semmi nem maradt belőle. Hát itt szerintem végig csorgok mellette, itt túl sok mindent nem fogok látni, ami eddig nem volt meg. És nem lett lefilmezve. Majd legközelebb az 50-es villamosnál fogok szerintem jelentkezni. Addig szerintem semmi érdekeset nem fogok látni. És bizony itt van a 50-es villamos keresztje, amit kiszedtek. És innen, ja nem, ott van, jó, ott van a pálya mellett. Hát igen, ezt csak az utóbbi 1-2 évbe szedték ki. Egyébként amiatt, hogy kapfüllamosokkal is tudjanak közlekedni az 50-esen. És hát akkoriban sokan írták, mikor ezt így eldöntött volt, hogy ezt az átszelés kiszedik, hogy hát, hogy ezzel aztán vége a Burmának végleg, meg hogy ezt miért szedik ki, hát azért, de ki kellett szedni, tehát ez így volt helyes szerintem, hogy kiszedték, mert csak feleslegesen lassította a forgalma, semmi értelme nem volt eddig se benhagyni. Igazából inkább az a kérdés, hogy miért nem szedték ki hamarabb. Ha a Burmát újra akarják indítani, akkor nem ez lesz a legfőbb akadálya, hogy ez itt van. Mert ezt pár nap alatt vissza lehet tenni. Mert láss például Kőbánya hízlalónál benne hagyták az átszelést, pedig ott ugyanígy ki lehet szedni, hogy csak kidobni mellé. És ott is csak arra jó az az átszelés, mert nehogy a soha többet nem fog már vonat menni, mert mindkét irányból járhatatlan. Ott is csak arra jó az a bennhagyott kereszt, hogy feleslegesen lassítsa a villamost. Őt ott le kell lassítani a 10-re, hol ott mehetne 50-nel. Hát itt legalább végre kiszedték, remélhetőleg egyszer ott is kifogják. És ehhez nem kell feltétlenül felszedni a vonalat.
Attól még ugyanúgy lehet papíron aktív vonal, mint ez itt. Ez is papíron még aktív. És itt vagyunk a Lőrinci temető után, még mindig a Burmán. Arra fele vezet tovább, de nem tudom, hogy mikor kezdődik a magánterület, kezdetemben meddig van elkerítve, úgyhogy ezt most kihagyom, hanem közúton megyek Szemede telepre. De egyébként itt még egy darabig lehet próbálkozni a Kavicsbányai állomás fele. Valahol lesz egy kerítés, bár 4 éve még erről az oldalról nem volt elkerítve. És akkor még a másik oldalról se nagyon. Hát próbálkozni lehet, hát ha. Innen még be lehet jutni, bár nem hiszem, tehát szerintem azóta már elkerítették, úgyhogy én meg se próbálom, megyek a közúton. Na, itt van a Pesszentlődinc-Kavicsbánya állomás, hát ennyire lehet most megközelíteni. Többi része az elkerített. Na. Szóval ennyire lehet megközelíteni, magánterületen van már. És ott a háttérben pont most húzza egy tehervonat, az már Szemede telep megálló. És akkor imád Szemede telep, végállomás, hát pont most ment el egy fölött, úgyhogy most egy óráig biztos nem jön semmi, úgyhogy szépen átbattyogok Ferihegyre, és majd ott szállok vonatra, ott biztos hamarabb jön. És nem húzták fel a sorompót, aha, még egy fölött. És ez viszont megállós. Aha, és akkor most már felhúzták a sorompót, hát akkor ennyi. Nagy Burma bejárás, ennyi lett volna, itt van még ugye mellettünk. Hát, itt már valószínűleg többet nem fog vonat járni. Ezen a szakaszán legalábbis biztos nem. A Soroksártól a Deltáig, és akkor azon át ugye Kispest felad, na úgy még van rá némi halovány esély, hogy majd a 150-es felújításánál megcsinálják, mert kell a kerülőút. Viszont ott már az is lehet, hogy enélkül is megoldják, mert a Soroksárig kész a felújítás, akkor onnastól kezdve már a meglévő vágányon még mehetnek a vonatok addig, ameddig építik a másodikat, tehát ott lehet, hogy megoldják szakaszosan, hogy megépítik a másodikat a Soroksári útig, és akkor átterelik arra a forgalmat, megépítik a meglévő vágány helyén az újat. A Soroksári úttól pedig már 2 vágány van, tehát az egyiket valószínűleg ki tudják zárni. Hát akkor ez a kis burmai ilyen, hát úgymond speedrun bejáráshoz ennyi lett volna. Köszönöm, hogy ezt is megnéztétek. Sziasztok! Eti 4 év után sok minden a Burmán nem változott.